Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és azt, hogy ráhangolódtunk erre a mostani napra, mert ugye a rá az egy nagyon-nagyon fontos minőség, és a hangolódás, tehát nem mindegy, hogy mire hangoljuk a figyelmünket, és mire szenteljük az időnket. Én azt érzem, hogy ha most meghallgatjátok ezt a kis beszélgetést, amit dr. Búcs Alfréd barátommal közösen fogunk nektek adásként átadni, akkor a lelketek, ha lelketekkel fogjátok figyelni ezen beszélgetést, akkor nagyon jó lesz. Fontos, hogy rövid lesz, de nagyon szeretnénk, hogy elérje a lelketekhez. Ez olyan szeretném, hogy olyan legyen, mint amikor az ostor csattan, hogy a figyelem ott legyen, és elég, hogyha a kezünkbe van egy olyan eszköz, amivel tudjuk, hogy bizonyos pillanatban hatást tudunk gyakorolni, akkor annak adjunk figyelmet. És én azt gondolom, hogy ez a szkítaság az egyik legfontosabb ága, amit a következő évben nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkiben tudatosodjon, hogy ez egy kivezető út lehet, és meg kell lépni azokat a dolgokat. Én szeretettel köszöntelek téged, Alfréd, pár szóba. Igen. Hát amit mondtál, a szkítaság tényleg nagyon fontos lesz, tehát jövő év folyamán elkezdjük a megyeit, utána a városi szkítaságot megalapítani, és ezzel egy hálózatot, egy országos hálózatot tudunk létrehozni. Ha országos hálózat van, akkor gyorsan lehet jó dolgokat csinálni, amivel ki kell kényszeríteni a mai vezetőségből is, hogy visszaálljon egy régi rendszer, a Szent Korona országa, ez lenne a cél. Most még sokan nem nagyon tudják ezt, de például Egerben is, Heves megyében meghirdettem egy gyermekrajzpályázatot, mint képviselő a Szent Koronáról. És kíváncsi leszek, ma januárban fog menni, hogy a fiatalok hogy reagálnak, hogy, mert a fiatalokkal kell ezt tanítani, tudni kell. Szent Korona nincs a világon, csak nekünk van Szent Koronánk. És a Szent Korona országával, ha megvalósítjuk, egy nap alatt megszüntethetjük ezt a mai válságot, vagy a világot, vagy mindent ki lehet küszöbölni, hiszen minden jogforrása, minden anyagi jóforrása a Szent Korona, abban a pillanatban mindent vissza lehet szerezni, minden jogot át lehet írni, és mivel Magyarország kiváló mezőgazdasági ország, igaz, hogy jelenleg az állami kényszerítés miatt és az állami adórendszerek miatt, amit a mózesi törvényekről beszéltem, azt ma az állam adó formájába valósítja meg. Az áfa, a tízszeres, százszoros adózás. Egyszer lehetne adót szedni. Az állam a nép szolgája. Így van leírva az alaptörvényben, mindenben. És nem a népet kizsarolja, megöli, meggyilkolja az embereket. Tehát ezen változtatni kell. És azon vagyok, hogy senkivel ne konfrontálódjunk, hogy összetudjunk fogni közösen, közösségekként, és elő tudjunk állni. Tervek vannak, minden, amelyik pillanatban a Jóisten akarja, és azt közli, hogy itt az idő, akkor meg fogjuk tudni csinálni. Így van. Én is mindig, amikor a Szent Korona értékrendről beszélek, akkor ez egyértelműen tudatosodjon mindenkibe, hogy ez az élet és az igazság értékrendje, és az, hogy ezt a hála missziót is együtt csináljuk dr. Pulcs Alfréddel és Szecsei Miklóssal és még rengeteg emberrel, ez is nagyon fontos tudatosodjon bennetek, hogy nem véletlenül a körkeresztből indul ki minden. Tehát a logó, a hála logó, az a Szent Korona értékrenden alapuló hozzáállás. Ami azt jelenti, hogy mindennek rendelt ideje van. Úgy, ahogy én most Erdélyből az erdélyek szeretetét tudom most átadni nektek, mert kereken úgy, hogy
úgy zárlat volt, úgy, hogy nagyon-nagyon sokan kellett, nagyon sokat kellett várni a határnál, hogy át tudjunk jönni, úgyhogy karambolva, stb. Másodpercet, pontosan 3 óra 33 perckor léptem be a hátsó kapun, és én azt érzem, hogy mindennek Isten ideje van. És legyünk hálásak, hogy a Szent Korona értékrendű országba élhetünk. És hogyha előre megengedjük magunknak ezt a világot, hogy ez már pedig így van, akkor ez meg fog valósulni. Hogyha a szkita értékrend és ez a Szent Korona értékrend és az igazság értékrend nyilvánul meg az életünkben, akkor ok és okozat törvény alapján biztos, elkerülhetetlenül nem tudjuk, hogy ne tapasztaljuk meg az okozatot. A magyar okos és értelmes. És hogyha ezt megértjük, hogyha a mi életünkbe bevisszük azt, hogy igazságosak vagyunk, becsületesek vagyunk, stb., még ha nagyon nehéz is, mert nálam most egy december 21-énig egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és méghozzá ez azt jelentette, hogy például a párnának egy része, megtisztítottuk, ha már 3.33, 3 napot eljött egy barátom, 3 óra, Isten látja lelkem, és tudjátok, hogy igazat mondok, 3 óra 33 perckor érkeztünk meg arra a helyre, ahol tisztítottuk, kereken, másodperce pontosan 3 órát 3 napot tisztítottuk, nem kért érte semmit, csak megkezeltem bizonyos dolgokba, és utána 3 óra 33 perckor el kellett menni, és egy elég komoly összeget fizetünk a tárolásért, és akkor történt egy megtisztított pejvának egy dohosodása, és én nem azt mondtam, hogy de hát miért fizetünk, nem azt mondtam, hogy de akkor bármi, hanem azt mondtam, hogy jó, emberek vagyunk, kész, és nem 1% esély volt, hogy valamely párnába belekerül ez a dohosodás. És azt mondtam, hogy nem, akkor nem. És ez a nemesedés időszaka. Dr. Pócs Alfréd a legnagyobb példája a nemesedésnek. Én nem tudok tőle nemesebb embert, és ezt mindenki látja, és ez tényleg így van. A Jóisten rakott össze minket, én nem mondtam senkinek se, hogy ez így legyen. Csak 3 óra 33 perckor annyian sokan voltak itt, hogy nem tudtam megmozdulni, és én kaptam sugallatot, hogy akkor ha ezen a szinten tömve van, akkor menjek fel egyel magasabbra. És ez egy nagyon fontos tanítás. Ha a hatalom, a karhatalom szintjén, a hatos szinten minden zárt, akkor egy magasabb szintre kell felmenni. És ez a hetes szint. És az, ahogy Dr. Pulcsa Frédel közös médiát csinálunk, ami nem viccből vagy véletlenül, pont a 7 darab hetes.hu oldalon elérhető. Mert nem a hatossal kell foglalkozni, hanem egy magasabb szinten. Egy magasabb szinten meg tudjuk lépni azt, ami kell. És hogyha ez a szkita értékrendű világ, akkor ezt meg fogjuk tudni lépni. És én tudom, én nem hiszek benne, nem tudom. Úgy, ahogy nem hittem benne, nem csak hittem, én nem engedhettem meg a hálapárnába, hogy ez egy olyan párna legyen, hogy hiszek benne, hogy sok ember ehhez elér. Azt mondtam, hogy tudom, hogy a világot fogja gyógyítani olyan dolgokkal, és én örülök, hogy 3 óra 33 perckor felmentem, és pont ott már Dr. Pulcs Alfréd meg Editke, és akkor nekem itt lent alul nem volt helyem, de fent igen, és ott meg volt terítve nekem, és akkor, és ez így van, és ez a lényeg, és ezt kell a magyar népnek megtanulni. Én azt érzem, és tiszteletbe tartom Dr. Pulcs Alfréd idejét, mert mennie kell tovább, mert nagyon sokat, de hogy ha valami szinten zárt, akkor menjünk egyel feljebb, mert ott tudunk tenni. Ha hálásak tudunk lenni annak, amit még nem látunk, de a szívünkbe érezzük, hogy a Szent Korona értékrendű világ, akkor ezt meg kell lépni, és kutya kötelességünk van, hogyha a Jóisten vezet minket, mert ugye az vezet minket, ezt meg tudjuk lépni, és legyünk előre hálásak, és akkor meg fog nyilvánulni. Bocsát, nem bocsánat, de a lelkemből beszéltem, és ez biztos, hogy most így van. Játsszuk be azt a kis... És... Egy szülőtől, aki hálapárnát vett, és mindjárt majd ehhez fűzök hozzá. És tudjátok, úgy volt még az utolsó pillanatban, hogy mivel a dohosodás, stb. Nem küldjük ki, ezért sokkal többet dolgoztunk, és lehet, hogy olyan ember 1-2% van, aki
később kapja meg a párnát, csak jelezze nekünk. Elképesztően sokat dolgoztunk, és képzeljétek el, hogy nagyon fáradtak voltunk kedvesemmel, de 2 napot kivittük még mi a kocsival, és amikor nagyon fáradtak voltunk, és már azt mondtam, hogy én már csinálok mást, valamit, hagyj menjen. Akkor észrevettem egy hangüzenetet, amit reggel küldtek, de délután vettem észre, Solymáron, az sem véletlen, nem véletlen, hogy pont Solymáron. És ezt hallgassátok meg, és sírtunk, esküszöm, sírtunk, mert beérett az a sugár. Jó reggelt, kedves Orosz Péter! Nagyon szépen megköszönöm, megérkeztek a párnák. Majd sikerül elosztanom, átterveztem a dolgokat, de ettől sokkal fontosabb dolgot szeretnék elmondani az autista kisfiúval kapcsolatban. A kisfiúval 23 éves fiatalember. Tegnap megkapta a párnát, egész nap a közelében volt, és most először, hosszú-hosszú évek után reggel 6:30-ig aludt, és nagyon-nagyon nyugodt, és most is megint bealudt, a párnával alszik. Ettől nagyobb ajándék nem kaphattuk volna, köszönjük szépen. Szeretettel és hálával. Hozzászólnánk, tehát a SKIT Egyesület azt tűzte ki célul, hogy a gyerekoltásokat szabaddá kell tenni, hogy minden szülő választhassa meg, hogy akarja az oltást, vagy nem akarja az oltást. Itt van az autizmus. Hál' Istennek most fog megjelenni egy könyv róla, Guzeó András kollégánk, aki benne van a csapatunkban, ő írta meg és megjelenteti ezt, ami amerikai vélemények alapján, amerikai cikkek alapján készült elsősorban, mert Amerikában is nagyon sok gyereket oltanak, és az ő táblázata, amit elkészített az amerikai exponenciálisan növő előfordulások alapján, azt mutatja, hogy 2027-re Amerikában lehet, hogy minden gyerek autista lesz. Gondoljuk át, minden gyerek autista lesz. Tehát nagyon-nagyon át kell gondolnunk, hogy mit csinálunk, hogy ezt a szabad választást, ezt így tudjuk kényszeríteni. Létrejött egy orvos és egy jogászati csapat. Most már megvan a lehetőség, hogy kihúzni oltás nélkül. Tehát a jogászokkal föl kell venni a kapcsolatot, jelentkezni kell. Bármelyik szülőnek végig lehet vinni 18 éves korig, hogy ne legyen kötelező az oltás. Szóval ez tragédia. És mit jelent egy autista gyereknek is? Van, aki például, ez a Guzeó András táplálkozással végez ilyen vizsgálatot, hogy mi a allergiás, mi a nem, mit javasolnak a táplálkozásban, és ő is tud gyógyítani autista gyereket, a párna is tud gyógyítani. Tehát nagyon sok mindennel lehet gyógyítani ezt az autizmus. Ez egy nagyon komplex, de tulajdonképpen abból keletkezik, hogy higany, alumínium, minden, ami benne van az oltásokban, mivel 1,5 év, 2 éves kor alatt adják, nincs agyvérgát, nincs immunrendszer a gyereknek, és minden bejut közvetlenül az agyba, és abban nagyon komoly károsodásokat tud okozni. Tehát ezt komolyan kell venni. Ez az oltás, hál' Istennek a világjárvány arra ad lehetőséget, hogy kinyithatjuk a szánkat mindenki, és mindenki neki mehet mindenkinek, mert ez volt az oltással is. Kötelezték a egészségügyi dolgozókat, köteleztek a világon bizonyos munkahelyeken dolgozókat, és kiderül, hogy sokszorosára emeli a halálozást. A ilyen legnagyobb világstatisztika szerint 20 millió ember halt meg oltások következtében a világon, és 2 milliárd ember szenvedett el valamilyen szövődményt az oltások kapcsán. Ez már nem kis szám, tehát ezen el kell gondolkozni, és akkor, ha ezek az oltások, minden oltás megkerüli a természetes immunitás. A természetes immunitás a bőröm, a szám, a torkom, a tüdőm belső nyálkahártyája, és ezen keresztül, ha jön bármi, meg tud birkózni vele. A természetes immunitás része a gyomor, a nyelőcső, mert az is megy be, a nyelőcső hámja, majd a gyomorsav. Nincs olyan kórokoz, amit ha beviszek a gyomorba, és jó a sav működés, akkor az élve át tud menni a gyomron, tehát ez az is jó, tehát az is működik, minden működik, és csak ezt szabad erőltetni. Minden oltás ellenanyag szint antitest növekedést okoz, de olyan mértékben,
és ennek kiváltója az antitest emelkedésnek úgy tűnik, hogy az alumínium meg a higany, azért teszik bele, különben nem emelkedne az antitest, hiába adok bele gyengített kórokozót, nem emelkedik az antitest, de az alumínium lehet, és ezért beadják az alumíniumot a gyerekenek. Nem számolva azzal, hogy milyen lesz. Viszont a elvégzett vizsgálatok alapján a hármas oltásoknál MMR, diperte, ennél, főleg az MMR-nél megemelkedik 3-4-szeresére, 10-szeresére az ellenanyag szint, amikor jön a második oltás, arra viszont ráoltani életveszély. Már ez a 3-4-szeres, 10-szeres emelkedés, már a 3-szor is azt jelenti, hogy már autoimmun beteg, csak még nincsenek tünetei. Tehát a hálapárnával ezt így mondtam, ezzel is lehet gyógyítani. A lélek beteg, ha a beteg lelket tudom valamivel segíteni, az ugyanannyit ér, mint hogyha anyagokkal gyógyítanák. Tehát nem kell feltétlen anyagban gondolkodni, akármilyen anyagi szinten, gyógynövények vagy bármi. Lelki szintet tegyük előre mindig. Lélekben kell öngyógyítani és másokat segíteni, gyógyítani. Vagy pedig ilyen dolgokkal, mint a hálapárna, amibe a szó alapján is benne van, hogy hála. Erről mindig ugye a vízkutatónak a kísérleteit kell, el kell gondolnunk, aki fogta a pohárvizet és aláírja, hogy szeretet, és a víz kristályszerkezete megváltozik. Ha ráírja, hogy hazugság vagy valami, akkor a víz kristályszerkezete megváltozott, károsodott, rosszul ment, tehát lehet vele ártani, segíteni. Ugyanez a hálapárna. Benne van természetes anyag, ami gyógyít, és rajta van a felirat, ami ugyanazt csinálja, mint Emotó professzornál a vízbe csinálta, ugyanez a hálapárna magyar módra, ezért merem ajánlani. És igazából nagyon örülök, hogy ez így van, de hát nagyon örülök, hogy ezt így mondod, mert nagyon fontos, hogy azt az isteni sugallatot kaptam, hogy pontosan ez a jel, ez a kör, kereszt és ez a négy szív, ez jusson el mindenhova, világban 144 ezer emberhez, illetve nem csak emberhez, hanem lényhez, akár állatokhoz is, mert állatokban, hogy te is, örültem annak, hogy pont az állatokról is beszélsz, hogy milyen óriási lélek van bennük, és hogy mi van akkor, hogy nagyon sok olyan videóanyagot kaptam, vagy képanyagot, hogy a cica öleli, a kutya öleli, stb. Nem tépi szét, tehát hogy nem tépik szét ezt az energetikát, mert ugye szilícium kristályból áll, igazából a hálapárna egy fontos alapanyaga, ami a pendrive alapanyaga. Tehát nem véletlen, hogy az információ mivel van feltöltve, hogy fénnyel, szeretettel, minden párna az én kezemen keresztül megy, minden párna kivétel nélkül, mert azt mondtam, hogy ez neki így kell, hogy menjen. És ez egy nagyon-nagyon fontos történet, és nagyon hálásak vagyunk egész évben, tehát elképesztő sok mindent, tehát hogy emberek nagyon sokat tettek ahhoz. És én arra hívnám fel az emberek figyelmét, hogy segítsük már az embereket, és jelentkezzenek olyan boltok, bármik, akik szeretnének ilyen átvevő pontok lenni, mert hogy épüljön ki ott egy hálapárna hálózat, és ahogy te is mondtad, olyan szkíta hálózat, szkíta önkormányzat hálózat, mert olyan emberek is megkerestek engem, és keressenek nyugodtan, főleg Zala megyében, mert Zala megyét nagyon komolyan el akarjuk kezdeni, hogy akkor ott ezt meg tudjuk csinálni, mert nagyon fontos, hogy minél többen összeálljunk együtt, mert ennek jön el az ideje. A 2024 évvel én biztos vagyok benne, 1000%-ig tudom, hogy ez a szétválasztódás ideje, de hogy nem csak annyi, hogy itt van valami, meg ott van egy marékpejva, ott van egy gyógynövény, ott van egy szakrális növény, stb. Együtt, hogy a hálapárnával én meg tudtam ezt mutatni, hogy egy térbe ezt így beleraktam, és összeszerettem őket, akkor ugyanez lesz a hála.hu-val. Hogy azok a magas minőségű emberek, akik már az igazságot és a szkíta értékrendű életet választották, akkor nekik legyen egy ilyen szeretet, mint egy pendrive, ha már, és akkor ott bemutatni őket, és azonos értékrendű ember ezt tudjon találkozni, és én nagyon szépen köszönöm neked, a Fréd, és tiszteletbe tartom az idődet, ha még szeretnél valamit mondani, akkor azt megköszönjük mindenki nevében, de
De én azt kaptam sugallatba, hogy a múltkori adásba és Vall Attilával nagyon fontos dolgokat mondtunk itt. Azt visszahúzták azt az adást, mert eléggé gyenge volt a minőség, tehát hogy mármint úgy, hogy szakadozott meg ilyenek. De nem baj, ez kellett ahhoz, és én úgy vagyok ezzel a dologgal, ha valami visszahúz, az ne, tehát gondoljatok el, hogy a Nimród népe vagyunk, visszahúznak minket, de ha próbálj meg egy nyílveszőt eldobni, akkor idáig megy. De hogyha megvan az, és megfeszül a húr, és addig feszül, és hátrahúzzák, és megvan a cél, a körkereszt, a Szent Korona értékrend, mit ad Isten, az pont a cél. Majd hosszabban is tudnék beszélni, de most nem akarom, mert tiszteletbe tartom a Fred idejét. És célra tart az ember, és eleresztél, hogy igen, ezt választottuk célba, hogy akkor nincs az az erő, hiszen miért lenne valami erő, ami megállítaná azt, aminek isteni ideje van, és bele fog érni a célba, és a Szent Korona értékrendű világ itt meg fog nyilvánulni Magyarországon. Gyerekek tanulják a hálát, tanítják a hálát, ezt dr. Szecsei Miklós adásából is már láthattátok, nagyon-nagyon sokan. Ezek pici lépések, de nagyon fontosak. Na. Ugye az íjászatot így a szkíták találták ki. Utána viszik a hunok, avarok, magyarok, ugyanazt a harcmodort, ugyanazt mindent, tehát látszik, hogy egytőről fakad. De mivel a szkítaiak az ábrázolásban olyan picik voltak, valószínű, hogy ez egy rituálé volt először. Tehát nem harcra használták, hanem meditációra, mint a japánoknál még mindig megvan, hogy íj meditációt használnak. Tehát amíg nem volt a harcos réteg, hogy kellett a szkítáknak is, addig békességbe éltek. Ők nem támadtak, hanem ha őket megtámadták, akkor se rögtön támadtak, csak amikor olyan, mikor a temetőiket föltúrják, stb. Olyanokat csinálnak, mivel az ősök tiszteletét megsértik, akkor támadt a szkíta. Tehát az íjat is így kell értelmezni. És a hálapárnáról tényleg arra hívnám fel még egyszer a figyelmet. Én is, mióta megvan, használom éjszaka, és nagyon jól alszok, és gyorsan el tudok aludni, főleg az, ahogy hívják, hogy akár mikor fekszek le, éjfélkor, egy órakor, garantálom, hogy egy-két percen belül utána tudok aludni, amit eddig nem nagyon tudtam, mert így volt. És a másik, amiben, hogy hinni is kell benne mindig azt, hogyha valamit azt akarom, hogy tényleg hasson, nem csak azt kell, hogy megveszem, és akkor használom, hanem hiszek benne, hogy hat, és akkor föl tízszeröződik, százszorozódik a hatása. Tehát a hit nagyon fontos. Hit nélkül ne is vegyen senki ilyesmit, semmit, mert a hit gyógyít, tehát a hit lenne a fontos. Jó? De ez egy lehetőség. Úgy vegyük, hogy akinek él vele, az biztos, hogy ha hisz is benne, akkor ez 100%-ig fog gyógyítani. Jó? Akkor köszönöm szépen, hogy én is itt lehettem, hozzászóltam. Köszönöm neked, hogy csinálod, és ennyi energiát és erőt belefektetsz. Ez nagyszerű dolog. A Jóisten meg fogja hálálni neked, jó? Bízom benned, és akkor föntről is kapsz ajándékot, és erőt hozzá, hogy vigyed tovább. Már csak köszönöm. Egy mondat, nagyon szépen köszönöm, a taps az jár. De. Az előző még folytatni fogjuk Sáll Attilával, majd most jön Péter barátom, Bali Péter barátom, és mert ő azt kérte, hogy korábban tudja jönni, így akkor pont jó. A másik az, hogy az ajándék tényleg meghálálja, mert december 21-én kaptam ezt a szép inget. Tökéletes isteni rend, és pont az a videó, amit majd megmutatom, hogy felküldött a Jóisten egy magasabb helyre, és onnan kellett élőben 21-én bemutatni, hogy na már pedig érdemes volt nem esedni, és nem belengedni azt a dohos párnát, stb. Felvállalok mindent. És képzeljétek el, hogy azt kaptam sugallatban, már eléget cipelted ezt a keresztet a válladon, már nem mondtam bele, de hogy előre fog jönni, és már pár óra múlva megérkezett a postás, és hozta ezt az inget, itt a szívemben ez a jellel, és tényleg megérkezett, és én úgy vettem észre, hogy ez egy kitüntetés, és a 7 darab 7-es, ugye, hogy a közös médiát is csináljuk Alfreddel, pont a karácsony estéjén, mikor karácsony estén bemásztam valakinek a lakásába, hogy bevigyem a párnáját, erről videó is készült, mert akkor tudtam meg,
akkor tudtam meg, hogy írta, hogy hát Péter, elfelejtettetek jönni, és jöttünk az autópályán, mondtam a kedvesemnek, hogy 7 percre vagyunk, beugrunk vagyunk, de nem vette fel, persze, már aludtak. Bemásztam az ajtón karácsony estén, rendezte a Jóisten, és a rendezte a Jóisten című filmemben szép jelenet lesz, és ott bevittem a párnát, hogy akkor itt van, és olyan szépen nyilatkoztak, majd meg fogom mutatni, és tényleg, amikor megjöttünk hazafele, pont lejöttünk az autópályáról, akkor volt az, hogy a kocsinak a kijelzője, a kilométer jelzője jelezte, hogy mit tudom én, 177.777 kilométerre eddig ennyit mentünk, vagy mit tudom én mennyit, tehát a sok hetes, de hát hogyha oda nem menjünk be abba a helyre, akkor az autópálya kellős közepén nem tudunk megállni, nem tudom élőben megmutatni, hogy a hetesek, és akkor az nem karácsony estén tart, tehát mindig megkapjuk a jutalmat, de nem azért csináljuk, hanem azért csinálja mindenki, mert a lelke hívja erre a feladatra, kapcsolódjanak minél többen, akár ugyanúgy, ahogy a szkita értékrendű világ megteremtéséhez, fogjunk össze a hála.hu, erre jött létre, jöjjünk össze, meg fogjuk tudni csinálni. Én tudom, nem hiszek benne, ugyanúgy a párnát megcsináltuk, akkor a hála.hu-t is megcsináljuk, és egyébként a programozó, meg pont itt ül, azt is a Jóisten ide vezette. Ott van. És ő mondta, tehát, hogy mindent Isten ide rendel. Itt van a programozó. Majd. Nem, mert Alfrednak mennie kell. Úgyhogy csak azért mondom, hogy mindent Isten oda vezet. Mindenkit. Én nem mondtam, hogy jöjjön ide. Most jött ide. Mindennek ideje van, rendelt ideje. Úgyhogy köszönöm szépen. Aha. Köszönöm szépen. Azért kell sietni, mert holnap szervezünk Egerbe szilvesztert. Ha valakit érdekel, még mindig eljöhet. Simon pincészetben. 8-tól 9-ig Mónus József jön el, és az egész éves beszámolóját megtartja a versenyekről. Utána van egy kis táncház, éjfélkor egy kis szertűz, dobolás. Köszöntjük az új évet ugyanúgy, mint a fény által, jó? Na, köszönöm szépen, Isten áldjon mindenkit, és egy kis segítséget kérem, segítsenek kivinni a... Nem, megkérjük egy kis levezetést erre a kis izébe. Hát nincs itt izé, szóljál. Áginak szóljál, akkor jó egy éneket, jó? Köszönjük szépen mindenkit. Jó. 21-21 van. Nagyon jó, semmi. Ezt elveszem, ezt hiszem. Egy záró éneket, ha nekünk kell játszani. Köszönjük. És akkor készítsünk, utána kezdjük pakolni, és már kell. Ezt odaadom neked. Nem kell kivinni a festményeket. Nem kell? Nem kell. Mi jobb a méltó befejezés, mint ő? Ilyen hanga. Még most nem működik. Még van áram benne. Már jött. És a kevelem van összekapcsolva, és hogy én tudom, hogy mit tudom. Ami jön lélekből. Te rád bízunk. Ami jön. Valami a intuíció. Egy karácsony. És akkor belekapcsolom egy névdalba, és hát... Az jó, ugye az jó. Jó. Igen. Amén, lennéke. És akkor beszállok. És jön egy bevezető, és egy kicsit jól van, mert még én sem tudom. Az a jó. Azok a jó dolgok. Így jött össze a hálapár. A legrégebbi talán, és a világon legjobban elterjedt dal, játsszuk el a tavaszi szélvizet át. Te mindig ezt szeretnél. Én mindig ezt szeretnél. Zárásnak. Akkor kettő lesz. Egy ilyen, meg egy olyan. Jó, akkor ezt is, ha kérdezem. Akkor először legyen a Frédi, és a végén a Frédi. Jó. Akkor azt is bevezetem a tavaszi szét, jó?
Mennek. Megmondom őszintén, én azért nagyon-nagyon örülök, mikor a Frédi megjelenik, mert egy olyan lelki béke, egy olyan szeretet sugárzik belőle, mint az elmúlt években nagyon-nagyon nagy hiánycikkel láttam. És ő stabilan mondta, mindig stabilan mondta. És meg egy olyan hanggal találkozok, amit bármelyik élőm alatt végighallgatnék. Tehát annyi gondolatot hoz be, amikor te zongorázol, amikor te játszol, hogy nem igaz. És akkor még nem beszéltem a hangról. És akkor Peti, az a hálapárnás története pedig nagyon sok embernek sokszor könyv fakad a szemébe. És nem azért, mert meg kell könnyezni, mert nincs kiírva, hanem olyan érzéseket vált ki. Tehát én olyan embereket látok most magam mellett, akivel mindig öröm lenni. És ez az év utolsó előtti napján is tartom, és jövőre végig tartom. Jó? Köszönjük. Mi ugyanezt látjuk benned, azért vagyunk itt.